Erőt, egészséget! Őri István vagyok, futóedző, a Legyél Önmagad futóedzője című könyv szerzője, és ebben a videóban a maximális pulzusról fogok beszélni, hogy otthon, házilag milyen tesztekkel, tesztfutásokkal tudod meglehetősen pontosan meghatározni a maximális pulzusodat, ugye elfelejtve az ilyen számolásos képleteket, 220 mínusz életkor, stb. Ezek nagyon-nagyon pontatlanok lehetnek, és ugye, hogyha megvan már a maximális pulzusod, aránylag pontosan, akkor ebből ki tudod számolni a saját egyéni pulzus zónáidat, intenzitási tartományaidat, melyek alapján ugye tudod végezni a különböző edzéseidet, attól függ, hogy mi a célja az edzésnek, valamilyen fejlesztő hatású edzés, vagy éppen regeneráló edzés, tehát ahhoz, hogy a megfelelő hatást érd el az edzéseddel, a megfelelő intenzitáson is kell edzened. Nyilván ez nagyon hasznos számodra akkor, hogyha pulzus alapján végzed az edzéseket, viszont hogyha tempó alapján vagy watt alapján edzel, akkor is fontos lehet tudnod a te egyéni intenzitási tartományaidat pulzus tekintetében is, mert lehet, hogy bizonyos edzéseket egyébként pulzus alapján végzel, például regeneráló edzések, hosszú futások, stb. Van egyébként más módszer is a saját egyéni intenzitási tartományaid meghatározására. Erről már készítettem régebben egy videót, egy 30 perces tesztfutás. Én azt sokkal jobban szeretem az intenzitási tartományok meghatározásához. Érdemes lecsekkolnod azt a videót is, be fogom linkelni ide a leírásba. Viszont, hogyha te nem tudsz 30 percet folyamatosan futni versenyintenzitással, tehát azért az egy relatív maximális intenzitást jelent 30 percen keresztül, akkor használhatod ebben a videóban bemutatott két tesztfutást a maximális pulzus meghatározására, és abból tudod majd kiszámolni a saját intenzitási tartományodat pulzus tekintetében. Egyébként a könyvemnek a linkjét szintén megtalálod itt a videó leírásában, online meg tudod rendelni a saját példányodat, de egyébként a Lira és a Libri könyvesboltokban szintén elérhető, továbbá a Spuri futóboltokban is meg tudod szerezni a saját példányodat. Tehát visszatérve a maximális pulzushoz, én nem annyira szeretem, amikor a maximális pulzushoz viszonyítva számoljuk ki a pulzuszónákat, mert meglehetősen nehéz meghatározni a maximális pulzusodat. Tehát, hogyha egy tényleg pontos értéket szeretnél, akkor el kell menni egy labortesztre, egy VO2 max tesztet kell megcsináltatni laborkörülmények között, és az alapján meg lehet határozni a maximális pulzusodat. Nyilván ott is lehet azért egy-két ütés eltérés, tehát lehet, hogyha két hét múlva megcsináltatnád újra azt a VO2 max tesztet, akkor lehet, hogy kettővel magasabb lenne a maximális pulzusod, csak most mondok valamit, tehát az sem 100%-ig pontos, ezt ne keverd össze egy teljesítmény diagnosztikai vizsgálattal, az teljesen más, viszont hogyha te nem akarsz költeni ilyen labortesztekre, és nem tudsz még 30 percet folyamatosan egy kemény intenzitáson futni, hogy elvégezd az imént említett 30 perces tesztfutást, akkor jöhet számításba a maximális pulzushoz viszonyított intenzitási tartományok, tehát a pulzuszónák. Ahogy említettem, kettő tesztet fogok erre bemutatni részletesebben, és beszélek majd arról is, hogy milyen kellékek, vagy milyen eszközök szükségesek ezekhez a tesztfutásokhoz. Amikor maximális pulzusról beszélünk, akkor azt a legmagasabb pulzus számot, pulzus értéket keressük, amit mérni tudunk, ugye, maximális terhelés alatt. Ez azt mutatja meg, hogy egy percre vetítve hányszor húzódik össze ugye a szívünk, tehát a szívünknek a bal kamrája. Ezért mindenképp szükséged lesz egy pulzusmérős órára és egy pulzusmérős mellkaspántra is, azért, hogy pontosan tud mérni a maximális pulzus tesztek alatt a pulzusodat. Készítettem már egy külön videót arról, hogy hogyan érdemes mérni a pulzusodat a futóedzéseid során, érdemes lecsekkolni azt is. Tehát igazából eszközök tekintetében nyilván a futócipőt és a futóruházatot leszámítva ezekre lesz szükséged, és az fontos, hogy alapvetően jó formában kell lenned ahhoz, hogy ezeket a teszteket meg tud otthon csinálni. Tehát, hogyha teljesen kezdő futó vagy, akkor lehet, hogy még érdemes várnod egy picit, tehát, hogy edzened néhány hónapot azért, hogy majd el tud végezni
ezeket a maximális pulzus teszteket. Ebben az esetben is azért jó, hogyha van melletted valaki, miközben végzed ezeket a teszteket. Tehát, hogy alapvetően egy jó formában kell lenned, azért, mert az izomzatod sokkal gyorsabban elfárad, mint a keringési rendszered, és emiatt nem tudod annyira kihajtani magad, hogy elérd a maximális pulzusodat, tehát az izomzatod előbb fog elfáradni, mint a keringési rendszered, tehát ezért kell egy alapvetően jobb formában lenned. Nyilván alapos bemelegítés a tesztek előtt, meg levezetés. Készítettem szintén egy másik videót már arról, hogy mondjuk feladatos futások, vagy éppen futóversenyek előtt, tehát intenzív futások előtt hogyan érdemes bemelegítened, be fogom linkelni azt is itt a videó leírásában. Amennyiben meguntad már, hogy egyedül készülsz fel a futóversenyeidre, vagy saját magadnak állítod össze az edzéseidet, és szeretnél egy futóedzőt, és szeretnél egy edzéstervet, akkor bátran írj nekem egy e-mailt az info@futolépés.com e-mail címre, teljesen kezdő 0 kilométeres futóktól egészen a félprofi futókig mindenkivel foglalkozom, akin azt látom, hogy elhivatott és lelkiismeretesen végezné az edzéseket. Tehát ne tartson téged vissza a jelentkezéstől az, hogyha kezdő sportoló vagy, vagy most kezdenéd a futást, és légy szíves, írd meg kommentben, hogy te pulzus alapján, tempó alapján, vagy éppen watt alapján végzed az edzéseidet, ez számomra is nagyon hasznos lehet, nagyon érdekes lehet, hogy ti, vagy te, aki nézed ezt a videót, hogyan méred az intenzitást az edzéseid során, hogy csak pulzus alapján végzed az edzéseket, és hogyha igen, akkor miért? Tehát ezt is megírhatod kommentben, válaszolni fogok rá, és hogyha csak tempó alapján, vagy csak watt alapján, akkor miért? Vagy hogyha vegyesen használod ezeket az eszközöket az intenzitás mérésre, akkor milyen tapasztalataid vannak? Léci, mindenképp írd meg ezeket itt nekem kommentben. Nem érdemes összekeverned a VO2 maxot, tehát a maximális oxigén felvevő képességét a testednek, és a maximális pulzust. A VO2 maxról már készítettem egy külön videót, itt a csatornán megtalálod, ugye az azt mutatja meg, hogy testtömeg kilogramra levetítve percenként hány milliliter oxigént képes felvenni a szervezetünk maximális terhelés alatt. A maximális pulzus, ahogy már az imént említettem, viszont annyit mutat meg, hogy hányszor húzódik össze a szívünk maximális terhelés alatt percenként. A kettő között, hogy milyen összefüggés van, nagyjából azt érdemes látni, hogy mondjuk amikor egy VO2 max tesztet végeznek el laborban, akkor miután a VO2 max, tehát a maximális oxigén felvevő képességet platózik, ugye már nem emelkedik tovább, hanem elkezd platózni, akkor beszélünk ugye VO2 maxról, tehát már nem tud az oxigén felvevő képessége növekedni a sportolónak a teszt során, viszont a maximális pulzus ennek ellenére még emelkedhet tovább. Tehát ezt az összefüggést érdemes itt látni, tehát a VO2 max és a maximális pulzus az nem ugyanaz, igazából csak ennyit szerettem volna ezzel mondani. A VO2 max értéket azt laborban mérik, viszont a VO2 max teljesítményedet azt akár egy verseny során is, egy nagyjából 10-12 perces verseny során is meg lehet állapítani, tempóban és akár wattban kifejezve. Tehát pulzusban nem fejezünk ki VO2 max teljesítményt. Ez a két tesztfutás, amit mindjárt be fogok mutatni, ezek sem 100%-ig pontosak, viszont sokkal pontosabb, mint a 220 minusz életkor alapján számolt maximális pulzusok. Úgyhogy érdemes ezeket otthon elvégezni, ráadásul nem megterhelő tesztfutásokról van szó, tehát akár még aznap el is tudsz menni edzeni, futni, és két hetente megismételheted esetleg, hogy visszatesztelj, hogy valóban az volt-e a maximális pulzusod, mert itt is lehet azért néhány ütés eltérés. Bár azért most az, hogy valakinek 180-as a maximális pulzusa, vagy 183-as, ez azért nem olyan nagy eltérés, tehát ettől még aránylag pontos pulzus zónát fel lehet állítani, így az egyénre vetítve. Az első tesztfutás, amivel meg tudod határozni a maximális pulzusodat, tehát megvolt az alapos bemelegítés, és utána enyhe emelkedős terepet kell keresned, ahol 10 percen át folyamatosan tudsz futni. És ez alatt a 10 perc alatt egy relatív maximális intenzitást kell nyújtanod, tehát végig egy kemény 10 perces futásról van szó, enyhe emelkedőn, ez az enyhe emelkedő, ez lehet egy ilyen 2-3%-os emelkedő. Lefutod a 10 percet, a végére azt kell érezned, hogy már nem tudnál többet futni, tehát kifutottad magad, lehetőleg egyenletesen, tehát nem arról van szó, hogy az első 5 percet teljes erőből megfutod, és a maradék 5 percen pedig alig tudsz vánszorogni, tehát nem ez a cél,
Az a cél, hogy nagyjából egyenletesen fussd ezt a 10 percet, egyenletesen keményen, ne legyenek hullámzások benne, és mikor végeztél a 10 perccel, akkor azt érezd, hogy teljesen kifutottad magad, tehát ez egy 10 perces felmérőfutás, és hogy nem tudnál többet futni. Utólag megnézed a pulzusgörbéjét ennek a 10 percnek, és kiválasztod a legmagasabb értéket, valószínűleg ott a vége felé lesz majd valahol, és akkor az volt a maximális pulzusod, vagyis hát az a maximális pulzusod. 2 hét vagy 3 hét után megismételheted ezt a 10 perces felmérőfutást, és ha azt látod, hogy szintén hasonló értéket kaptál, vagy maximum 1-2 ütéssel ment még feljebb a pulzusod, akkor frissíted az adatokat, hogy onnantól fogva tehát, akkor neked az lesz a maximális pulzusod. Ismétlem, simán lehet, hogy 2-3 ütés eltérés lesz, de ez igazából nem zavar be annyira, hogyha a maximális pulzus alapján fogod majd behatározni vagy meghatározni a pulzus zónáidat, mindjárt erre is ki fogok térni. A másik teszt az 3x3 perc futást tartalmaz, szintén alapos bemelegítés előtte, szintén enyhe emelkedőre kell futni, tehát egy 2-3 százalékos emelkedőt kell találnod. Az első 2-3 perces szakaszt úgy fussd meg, hogy kontrolláltan, de keményen. Tehát azt érezd, miután lefutottad a 3 percet, hogy még tudnál ezzel az intenzitással 1 percig futni, tehát egy 10-es skálán nagyjából 9-es értékű erőfeszítéssel kellene kivitelezni az első 2-3 perces ismétlést. A 3 perces futások között 2 perc pihenő. Tehát megvolt az első 3 perc, keményen, enyhe emelkedőn fel, nem futottad teljesen ki magad, még azt érezted volna, hogy még legalább egy percig tudnád ezt, vagy maximum egy percig tudnád még tartani ezt az intenzitást. 2 perc pihenő, jön a következő 3 perc, szintén egy ilyen 10-es skálán 9-es erőfeszítéssel, 2 perc pihenő, és az utolsó 3 percet kell úgy megfutnod, hogy a végén már azt érezd, hogy ennél több nem menne, tehát teljesen kifutod magad, és azt is úgy, hogy azért végig tartani tudj egy egyenletes, kemény tempót, tehát ne fussd el az első 1 percet, hanem próbáld úgy belőni az erődet, tehát úgy beosztani az erődet, hogy végig tud bírni a harmadik 3 percet is, alapvetően egy egyenletes, kemény tempóval. Utána nyilván levezetés, és akkor az edzés végén visszanézed, hogy a 3x3 perc alatt, akár itt egyébként érdemes a pihenőket is megnézni, tehát a pihenők alatti pulzusgörbét is vett figyelembe, mert ugye a keringési rendszerünknek van egy megkésett válasza, tehát simán lehet, hogy miután beértél a harmadik 3 percen, utána mondjuk egy 30 másodperccel, tehát már a pihenőben fog tetőzni, ott fog elérni a csúcspontot a pulzusod. Tehát nézd meg az intenzitási görbét, választ ki a legmagasabb értéket, és az lesz a maximális pulzusod. Hogyha megvan ez az érték, akkor ehhez képest ugye a klasszikus 5 zónás felosztással meg tudod határozni, hogy az 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, 5-ös pulzus zónád az milyen értékekkel kalkulálható. Tehát például megállapítottad, hogy 180-as a maximális pulzusod, ugye a klasszikus 5 zónás meghatározásban a regeneráló zóna, az 1-es zóna, az az 50 és 60 százaléka között van a maximális pulzusodnak, a 2-es zóna, az alapállóképességi zóna, az a 60 és 70 százalék között, a 3-as az a 70-80 százalék között, a 4-es az a 80-90 százalék között, és az 5-ös a 90 százalék és 100 százalék között, ugye a maximális pulzusodhoz viszonyítva. Viszont ez a klasszikus 5 zónás felosztás, ez szintén pontatlan. Tehát azt figyelhető meg, hogy inkább az ilyen 65-75 százalék, tehát a maximális pulzus 65-75 százaléka között található a 2-es tartomány, tehát az alapállóképességi tartomány, ami egy nagyon fontos tartomány hosszú távfutóknak. Tehát az a 60-70 százalék az nagyon, nagyon alul lövi, ez inkább 65-75 százalék között van, de vagy magasabb edzettségi szinten lévő futóknál ezek akár 75-78 százalék között is lehet, nagy isten akár 80 százalék, a maximális pulzus 80 százaléka is lehet, ez az alapálló képességi tartománynak a felső határa, tehát ez edzettségi szintől is függ, hogy számodra hogyan kell korrigálni ezt a klasszikus 5 zónás felosztást. Tehát nem lehet így fix százalékos értékekkel megállapítani és sablonként mindenkire ráhúzni ezeket az intenzitási tartományokat, és arra is érdemes figyelni, hogy pihenj rá,
Ezekre a tesztfutásokra, tehát akár egy-két nap teljes pihenő simán belefér előtte, és az ideális tempó megtalálása az kritikus ezeknél a teszteknél, ugye ahogy említettem, hogy ne fussd el az elejét akár a 10 perces folyamatos futásnak, vagy a 3x3 perces ismétléses tesztnél sem, érdemes elfutni a 3 percben mondjuk az első másfél percet, tehát hogy arra törekedj, hogy találd meg a megfelelő intenzitást, hogyha nem sikerül elsőre, semmi gond, ismételd meg 2 hét múlva, ha akkor sem lesz teljesen okés, akkor rá 2 hétre szintén megismétled, semmi gond nem történik akkor, hogyha végül neked a harmadik nekifutása lesz meg a maximális pulzusod. Na hát remélem, hogy hasznos volt számotokra ez a videó és tetszett, amennyiben igen, létszi, nyomj egy lájkot, iratkozz fel a csatornámra, Futólépés néven megtalálsz Instagramon, TikTokon és az összes hasonló platformon. Ne feledd, legyél önmagad futóedzője, a könyvem linkjét megtalálod itt a videó leírásában. További eredményes és sérülésmentes futóedzéseket kívánok, és tartsd a futólépést továbbra is!